Sziasztok! Üdvözlünk titeket az Ausztrália Extrákban! Ebben a videóban megmutatjuk azokat a dolgokat, amik kimaradtak az ausztrálos videósorozatból. Először is egy ausztrál kekszel szeretnénk kezdeni, ami olyan az ausztráloknak, mint nekünk a pilóta keksz. Igazából ezt mindenki nagyon szereti ott, és hát azt mondta apránk, hogy nekünk is érdemes kipróbálni. Úgyhogy most kipróbáljuk veled. Van egy módja ennek, hogy hogy kell lenni ezt a kekszet, úgyhogy ezt most meg is mutatjuk. Egyébként többféle íz van belőle, körülbelül 5, úgyhogy volt dupla csoki is, karamellás, fehér csoki is, ez a barna, ez az éjt csoki, és még volt a sima, ami csak sima csoki is. Azt tanították nekünk, hogy ezt a kekszet úgy kell lenni, hogy mindkét végéből leharapunk egy picit. Majd ha ez megvan, bele kell mártani a kekszet a tejbe. Minél jobban, meleg tejbe. Vagy kakaóban. Utána át kell szívni a száraz részén a levegőt. Így nagyon finom, olvadt, csoki belső jön ki a végén, olyas, mint egy szívószál. És igazából így már csak keksz marad a kezünkbe, ami meg van olvadva, és nagyon-nagyon finom. Gyorsan összetakarítunk, és jövünk még pár extrával. Ami még érdekes Ausztráliában, és pont meg tudom ezen mutatni ezen a csomagoláson, van egy egészségmérő, és megmutatja, hogy mennyire egészséges az az étel, amit eszel. 0-tól 5-ig pontozzák az ételeket, ez pont egy 0,5-ös, úgyhogy... Ez az egészségmérés nem csak a ételekre van, hanem megmérik mondjuk a víz használatát egy mosogatógépbe, és hogy mennyi vizet fogyaszt, és mennyit tudsz vele spórolni. Van egy ilyen hasonló értékelés az elektromos berendezésekre, tehát mondjuk a hűtőkre, a mosogatógépekre, a mosógépekre, a mikrókra, minden ilyenre van egy ilyen beosztás, hogy egy éves szinten mennyi energiát használ, mondjuk napi használat, vagy heti használat mellett. És akkor az alapján pontozzák ezeket a háztartási berendezéseket, így ez picit is segíthet a nagyobb képben, hogyha most te otthon használsz egy ilyet egy évig, akkor mennyit is fogyaszt valójában. Az ausztrálok nagyon vigyáznak a helyi termékeikre, tehát nagyon, általában úgy nézett, hogy nagyon sokat számít nekik az, hogy ausztrál termékeket vegyenek. Ez mind, tehát ami ausztrál termék, arra rá lesz írva, hogy az ausztrál termék, óriási betűkkel. Tehát itt büszkék arra, hogy ők otthon megtermelnek mindent, és hogy igazából van lehetőségük azt meg is venni. Tehát nincs sok szükség importált termékekre. Itt most gondolhatunk tejtermékekre, gyümölcstermékekre, igazából bármire, ami a földön terem. Az a helyzet, hogy mindenből elég nagy választék van, tehát hogy a narancslevekből például van 50 féle, tehát viccen kívül 50 fajta narancslé van egy-egy üzletben. A tejekből is ugyanígy óriási választék van. Nem kétfajta tejet lehet venni, hanem mondjuk 20 fajtát, mert itt a tejeket nem csak zsírtartalom alapján osztják be, hanem hogy mennyire krémesek, hogy mennyire természetesen lettek előállítva, hogy mennyire figyeltek oda az állattartásra. Tehát minden így be van nagyon jól osztva, és ez tehát teljesen tisztán láthatóak a csomagolásokon. Odafigyelnek nagyon arra, hogy a vásárlók tudatosan tudjanak vásárolni, hogy egészségesen tudjanak vásárolni.
Tehát itt nagyon figyelnek arra, hogy a teljes termékben például mennyi tápanyag van, hogy igazából az emberek tudják, hogy mit vesznek, és hogy az mennyire árthat nekik, vagy mennyi jót visznek be az a te szervezetükbe. Ami még teljesen új volt számunkra, és kipróbáltunk, az a kenguruhús. Igazából egész Ausztráliába eszik, és nagyon fura volt felek belegondolni, hogy pont úgy volt, hogy előtte lévő nap voltunk az állatparkban, és ott simogattuk a kengurukat, és akkor abba belegondolni, hogy amit ott simogattam, azt most megeszem. Igen, újdonság volt. Nem olyan nagy dolog, érdekes. Ami még újdonság volt, de mondjuk nem csak nekem és Alexának, hanem ez viszont inkább Pierre-nek volt újdonság, az a fánk. Volt lehetőségünk elmenni egy helyi fánkgyárba, és hát nem helyi, ez egy nagyobb üzletlánc, az a neve, hogy Krispy Kreme, és nagyon híres a fánkjuk Ausztráliában, és hát igazából szerintem például is tudja mondani, hogy mennyire ízlett neki, hogy milyen volt. Nagyon jó volt. Melegen kaptunk szerencsére fánkot onnan, pont akkor osztogattak ingyen, és mindenki kapott egy fánkot. És hú, nagyon jó volt. Pont akkor volt a szülinapom, és akkor úgy döntöttük, hogy nem szülinapom torta lesz, hanem fánktorta. És akkor vettünk egy ilyen 12 fánkot, és akkor abba szúrtuk bele a gyertyákat. Aztán annyira megtetszett a fánk mindenkinek, hogy minden nap a végén fánkot vettünk. Ami egy másik finom falatnak számít Ausztráliában, az a német turista. Ezt nekünk egy helyi krokodil néző túrán mesélték a túra vezetők, hogy sajnos az elmúlt 18 évben 7 német turista veszett oda a krokodil kajaként, mert hát nem figyeltek oda, és túlságosan behajoltak a víz felé. Külön figyelmeztették a német látogatókat, hogy üljenek bejebb a hajó szélétől, mert a krokodilok rájuk harapnak. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a krokodilok elég mélyről nagyon gyorsan fel tudnak úszni, és így óriásikat tudnak ugrani, tehát akár 2 méter és ki tudnak emelkedni a vízből. És ugye ez azért veszélyes, mert a hajó az maximum 1,5 méter magasra emel téged a víz fölé, szóval ott, ha tényleg behajolsz, akkor a fejedre simán rákap egy krokodil. Főleg, ha piros pólóban vagy. A krokodilokon kívül más állatokra is oda kellett figyelni. Mi Pierre-rel elmentünk futni például egyik reggel, és hát külön figyelmeztettek minket, hogy vigyázzunk, mert állatok vannak a szállásunk környékén. Ez körülbelül az első pár napban történt, amikor még a sivatagban utaztunk autóval. Amikor elindultunk a házunk felé, ott láttunk egy kutyát rohangálni körülötte, de ahogy mentünk egyre közelebb, észrevettük, hogy nem is egy kutya volt, hanem egy préri kutya, egy dingó. Ami igazából elég veszélyes tud lenni. Szerencsére nem támadt meg minket, de nagyon érdekesnek tűntük fel neki. Azért nagyon közel jött és megszimotolt, de gyorsan befutottunk a házba, mert nem akartunk semmit se csinálni vele. A dingók azért veszélyesek, mert veszettséget hordozhatnak, vagy igazából elég sokfajta fertőzést, és a másik pedig, hogy elég nagy állatok, tehát rendesen meg tudnak harapni, le tudnak teríteni, körülbelül derékig fel tudnak érni. Hogyha kocsi útra készültek, akkor vigyázni kell, mert szokott lenni olyan, hogy egy órán át se találkoztok más kocsival, meg más emberrel. Hogyha leromlik a kocsi és nincs nálatok elég víz vagy elég étel, akkor hát veszélybe is tudtok lenni, mert nagyon meleg van, és hát hogyha nem jön senki egy jó pár órán át, vagy lehet, hogy több órán át, attól függően, hogy hol vagytok, akkor a életveszélyes állapotba is tudtok kerülni, hiszen olyan meleg van, hogy kiszáradtok. Bármilyen történik veletek, sokkal veszélyesebb, ha elmentek az autó közeléből, és ott hagyjátok. Mindenkinek azt tanácsolják, hogy maradjanak az autójuk közelében, maradjanak egy helyben, mert sokkal nagyobb esély van arra, hogy úgy megtalálják őket. Mert ha elhagyod az autódat, akkor ugye az állatokkal kell szembenézned, amikből nagyon-nagyon sok van, és nem csak dingók, meg nagy látható dolgok formájában, hanem kis skorpiók is, és kígyók is vannak, amik mérgezők. Amire még oda kell figyelni ilyen esetben, hogy vízzel kell takarékoskodni, nem szabad a napon lenni, és mindig csak kis kortyokat inni. Az ausztrál emberekről annyit kell tudni, hogy nagyon-nagyon nyitottak,
nagyon kedvesek, nem kell meglepődni, hogyha hirtelen odajön melléd valaki, és megkérdezi mondjuk, hogy hogy vagy, mert náluk ez így működik, szóval mindenkivel nagyon közvetlenek. Amit még pluszban, hogy ugye ők is angolul beszélnek nyilván, de használnak más szavakat, szóval mondjuk van egy kifejezés, de azt máshogy mondják el, és ezeket néha nem mindig lehet érteni, hogy pontosan mit is akarnak mondani. Pár példa az ilyen szavakra, amiket itt leírtunk. Van mondjuk a bathing suit, ami annyit jelent, hogy fürdőruha, amit ők swimmersnek neveznek, ennek mondjuk a magyar megfelelő az lenne, hogy úszók. Ilyen szavakban nagyon-nagyon sok van, azzal szoktak viccelődni, hogy ezt azért neveztek át nagyon sok ilyen hosszabb szót ilyen rövidebbre, hogy ne kelljen nagyokat tátogniuk, mert mivel nagyon sok légy van, és így a legyek nem szállnak be a szájukba. Mert hogyha így ki lehet ejteni a szavakat, amiket ugye újonnan kitaláltak, tehát nem kell nagy szájmozdulatokat végezni, ahhoz, hogy kimondják a szót, így igazából a legyeknek nincs hol beszállni. Ezen kívül még számomra nagyon furcsa volt az öltözködésük, mert azt mondta apukám, hogy igazából itt az a lényeg, hogy akármit fel lehet húzni, és itt van akármilyen ruhát, akármilyen színeset, teljesen mindegy, mit húzol fel, itt nem fognak megnézni. Felnézni. Tehát leugorhatsz pizsomába is egy reggeli kávéra a sarokra. És még egy érdekesség a repülőutakkal kapcsolatban, az egy ilyen kis csomag, amit igazából adtak nekünk. Ebben a csomagban található egy minden kozmetikai cucc, amit használhattunk a gépen. Elsőként egy fogkefe, és emellé még járt egy fogkrém is. Ugye a hosszú repülőutakon nagyon jól esik azért, hogy egy vacsora után fogat lehet mosni, és utána sokkal kellemesebben lehet aludni. Az alvásban segített még egy szemfedő, amit adtak. Igazából nincs külön más funkciója. Erre rá pedig érkezett még egy füldugó is, ami igazából teljesen kizárta a hangot, tehát hogy egy teljesen jó minőségű füldugót kaptunk. És utolsóképpen cserezoknik a kényelmesebb alvás érdekében. Igazából ezt sokkal jobb volt a gépen mezítláb járkálni olyan zoknikban, amiket utána ugye kidobhatsz, mert nincs ez szükséged, de ezek pont olyanok, hogy nagyon-nagyon kényelmesek, de egy mosással tönkre mennek. És utolsóként az ajak ápoló krém, igazából ez csak egy ilyen kozmetikai kis különlegesség, hogy puhább legyen a száraz levegőben a szád. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is, lájkoljatok, iratkozzatok fel, írjátok le kommentben a véleményeteket, és természetesen kövessetek minket az Instagram és Facebook oldalainkon, és találkozunk egy következő videóban. Sziasztok!